Többen árnyékba húzottak a kora délutáni órákban a városunkban. Nem is csoda, hiszen átlagosan 34 fokos hőség volt egész nap. Ilyenkor a tartós napsugárzás miatt gyakrabban fordul elő szédüléssel és gyengeséggel, kábultsággal járó rosszullét. Ezek akár napszúrásra is utalhatnak. A fejfájás és a hányinger jellemzően órákkal később jelentkezik, illetve árulkodó tünet lehet még a fényérzékenység is. Ha valaki ezeket a jeleket észlelné magán, azonnal menjen hűvös helyre, igyon sok folyadékot, de segíthet a vizes borogatás is. Ha hányingerem van, ha fáj a fejem, vagy pedig nagyon kellemetlenül érzem magam, akkor azonnal a gyereket és saját magunkat is, meg az idősebb krónikus betegeket is a napról el kell vinni egy hűvös, kellemes szobába. Lehetőség szerint, ha fejfájásunk van, akkor még le is kell sötétíteni a szobát, mert a fény az zavaró lehet ilyenkor. Egy pár órán belül csökkenni fog a fejfájásos meg a hányingeres panaszaink. A napszúrásból adódó további tünetek, mint a gyengeség és a kábaság, egy-két napon belül teljesen elmúlnak. Ez idő alatt nem ajánlott alkoholt és koffein tartalmú italokat fogyasztani, ezek ugyanis kiszárítják a szervezetet és a fejfájást is újra felerősíthetik. Ha a rosszul lét nem múlik, vagy jelentős mértékben felerősödik, mindenképpen orvoshoz kell fordulni. Az orvos injekciókat ad, ez az egyik dolog, másrészt, hogyha szükséges, akkor laborvizsgálatokat kér sürgősen, de ő is csak annyit tud tenni, hogy a folyadékpótlás biztosítja, illetve hát a hányinget csökkentő injekciókat tudja adni. Az árulkodó jelekre nyaralás vagy strandolás alatt is érdemes odafigyelni, ugyanis a víz közelsége miatt nagyobb a napszúrás kockázata. Sajnos a víz felületéről visszaverődik a napfény, és ezáltal fokozódik a napszúrásnak a veszélye is. Tehát természetesen ilyenkor még jobban kell védekeznünk, és még jobban odafigyelni. Amit még nem mondtam, és nagyon gyakran előfordul, hogy az ember ellazul, jókat reggelizik esetleg, vagy tényleg szabadságon van, kifekszik a napra, és elalszik. Ez a legrosszabb, tehát ezt mindenképpen kerülni, vagy pedig egy olyan lombos fát választani, amelyet végig árnyékban leszünk. A kellemetlen tünetek elkerülése érdekében ajánlott betartani néhány orvosi tanácsot. A legfontosabb, hogy aki teheti, ne tartózkodjon hosszú időn keresztül a tűző napon, különösen délelőtt 11 és délután 3 óra között. Aki útnak indul, vigyen magával hűtött innivalót, de jó megelőző praktika lehet a kalapviselése is.